Sziasztok! A mai egy olyan videó lesz, amivel megmutatom nektek, hogy milyen termékeket kaptam mostanában tesztelésre. Ti kértétek, hogy legyen ilyen videó, mert szeretitek látni, hogy milyen újdonságok vannak, illetve lesznek a boltok polcain. Ezeket a termékeket cégek küldték nekem, tehát nem én vásároltam őket. Aki nem szereti az ilyen videókat, az ne nézze meg, aki viszont kíváncsi rá, hogy milyen újdonságokat kaptam mostanában, az mindenféleképpen tartson velem. De még mielőtt belevágnánk, hogyha nem iratkoztatok még fel a csatornámra, akkor mindenféleképpen tegyétek meg. Egyrészt mert én nagyon örülök neki, másrészt pedig így mindig értesülhettek az új videókról, illetve kövessetek Facebookon és Instagramon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, most pedig nézzük az újdonságokat. Ja, és lesz a videóban egy nyereményjáték is, a bemutatott csomagokból összeállítok egy ajándékcsomagot, amit majd egy szerencsés nyertes megnyer, a jelentkezési információkat a videó alatt találjátok. Az első nagyon cuki csomagot a fal sajtó eseményén kaptam néhány nappal ezelőtt, amiről láthattatok egy kis szösszenetet az előző vlogomban. Ezek a termékek, amiket a... Ezek a fa termékek azért különlegesek, mert hogy ezek a márkának az első vegán termékei. Vannak dezodorok, mangó, vanília, virágillat, ez pedig dinnye és ilang-ilang. Aztán van tusfürdő, ez is dinnye és ilang-ilang. Van egy radírozó tusfürdő, amire azt mondták, hogy ez ilyen mindennapos használatra való, tehát nincsenek benne nagyon erős szemcsék. Én ezt még nem próbáltam ki, de ott is külön kihangsúlyozták, hogy ez egy ilyen gyengéd radírozó tusfürdő, nagyon finom illata van, de tényleg, úristen, ilyen ananászos őrület. És van még itt egy másik tusfürdő is, ez pedig ananász és frangipáni. Kaptam még mellé egy ilyen cuki kis fa, mármint hogy fa, de hogy fából is van ez a kis tartóka, szóval egy ilyen cuki kis fürdőszettet is. És szeretném még megmutatni a pendrive-ot, amin a sajtóanyag rajta van, mert hogy ez egy kis dinnyeszelet. Kezd egy kicsit szétesni a hajam, igazából már felvettem egy videót, de azért próbálom még összeszedni magam. A következő csomagot az Avontól kaptam, és ebben két új illat található. Eve Confidence és Eve Alluring parfümök. Nem akarom most kibontani őket, mivel ezek közül valamelyiket beleteszem majd a nyereményjátékba. Az Eve Confidence-ről azt írják, hogy az örök optimizmus sugárzó frangipáni akkordjai tökéletesen simulnak a lédús, gyümölcsös és az édes vaníliás fás jegyekbe, így alkotva egy igazán gazdag és különleges illatkompozíciót, amellyel megünnepelhetjük sikereinket. Az Eve Alluring pedig a romantikus estéket felejthetetlenné tehetjük csábító illatával, amelyben a narancsvirág és a piros gyümölcsök egyesülnek az érzéki pézsma aromájával. Ezek közül is valamelyik megy majd a nyereményjátékba. A következő csomagot a Rimmeltől kaptam. Rita Ora, úristen, mennyire jól néz ki ezen a képen. Mondjuk ő kb. Mindig jól néz ki. Élet a csábítást, a Rimmel szeretettel mutatja be a limitált kiadású Rita Ora Red Instinct kollekciót Valentin napra. A Rita Ora Magnifies Smoke Edition személypuder paletta 12 csodásan sejmes szatén és macinekben játszó árnyalatot rejt. Íme, ez itt a paletta. Ez egy kifejezetten hideg tónusú paletta. Megmondom őszintén, hogy annyira nem is az én színeim ezek. Szürkés, lilás, füstös színek vannak benne, vegyesen, matt, illetve fényes finisssel. Ezt a palettát is be fogom tenni a nyereményjáték ajándékcsomagába. Aztán van még itt egy Rita Ora Red Instinct Wonderful Szempilla Spirál. Kacéran hosszú buja fekete pillákat varázsolhatsz magadnak. Argánolajjal dúsított formulájának köszönhetően a pillák teltek, puhák és rugalmasok maradnak. Nézzük a kefét. Ez egy szilikon kefe, de viszonylag hagyományosnak mondható, nincs benne semmi csiribiri, ezt ki fogom próbálni mindenképpen. Egy jó szempilla spirál az mindig jól jön, és van még itt egy Rimmel Stay Matte Liquid Lip Color az Urban Affair árnyalatban, ami egy ilyen sötét bordós szín. Én már próbáltam ezeket a Stay Matte folyékonyanyag rúzsokat, és szerintem nagyon-nagyon jó. Van itt egy csomag az Estée Lauder-től is, amiben egy gyönyörűséges About My Night feliratú doboz van. Kedves Sandra, te csak aludj, mi majd gondoskodunk róla, hogy szebbőre ébredj minden reggel. Az Estée Lauder csapata. Nagyon-nagyon cukik. Van itt egy ilyen kis... Jaj, ez egy színező! Mennyire jó!
Na de a lényeg, ami a zacsiban van, az az Estée Lauder Advanced Night Repair szérum, ami szerintem a márkának az egyik ikonikus terméke, nagyon-nagyon sokan szeretik, én is nagyon jókat olvastam már róla. És az a helyzet, hogy kacérkodtam már a gondolattal, hogy ki kéne próbálni ezt a szérumot, mert hogy hát igen, azért 30 fölött vagyok már jócskán, úgyhogy nagyon örülök, hogy elküldték nekem ezt a terméket, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, és tudja, hogy ki fogom próbálni. Volt még a dobozban egy nagyon szép kis gyertya is, van itt egy ilyen textil zacsi, és ez itt micsoda? Szerintem ez egy könyvjelző akar lenni, mennyire jó ötlet. Próbálok időt szakítani az olvasásra, mert az elmúlt hónapokban nagyon elhanyagoltam, és állandóan egy kis papírfecnikkel jelölöm meg, hogy hol járok éppen a könyvben, úgyhogy tök jó ez a könyvjelző. És van itt még egy kis bársony zacsi is. Hú, ez micsoda? Szerintem ez egy karkötő. Van rajta egy ilyen kis kerámia medál, amin csillagok vannak. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis kényeztető csomagot az Estée Laudernek. A következő csomagot a L'Occitane-tól kaptam. Gyönyörű csomagolás. Ahogy kinyitottam a dobozt, egyből megcsapott ez az isteni illat, mert hogy elküldték nekem a cseresznyevirágos termékcsaládjukat, ami azért különleges számomra, mert néhány évvel ezelőtt a férjem meglepett Valentin napra a cseresznyevirágos parfümmel, meg azt hiszem tusfürdő is egy ilyen komplett kis csomagot vett, és én akkor teljesen beleszerettem ebbe az illatba, féltve használtam azt a parfümöt, mert szerettem volna, hogyha minél tovább tart. Úgyhogy ez most egy ilyen nagyon különleges kis csomag számomra emiatt, az egész kis történet miatt. Van a csomagban egy L'Occitane cseresznyevirágos parfüm, aminek ilyen nagyon kis visszafogott, kifinomult üvege van. Van még itt egy tusfürdő, illetve testápoló, valamint egy cseresznyevirágos kézkrém is. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm a L'Occitane-nak ezt a csomagot, nagyon-nagyon örülök neki. Az utolsó csomagot a Primörtől kaptam, amiben három márkától is vannak újdonságok. Az egyik az a Physicians Formula, aminek baromira örültem. Én már csináltam egy külön videót Physicians Formula termékekkel, mert hogy néhány hónapja már nálunk is lehet kapni a DM-ben Physicians Formula termékeket, és én teszteltem néhányat, aki esetleg nem látta, annak beteszem a videót ide föntre. De most küldtek nekem néhány terméket a márkától, és szerencsére majdnem csupa olyan dolgot küldtek, amit még nem próbáltam. Itt van először is ez az Argan Wear Exotic Blushing Glow pirosító, amit azért nem vettem csak meg, nagyon szemeztem vele egyébként, de nem vettem meg, mert hogy ilyen arany ráfújás van a pirosító tetején, és én ezektől kivagyok, mikor ráfújnak egy ilyen arany réteget, ami egyébként körülbelül az első két használatnál van ott, de gyönyörű pirosító, szóval azért szerintem imádni fogom, ebben szinte biztos vagyok. Kaptam még egy Shimmer Strips Extreme Shimmer szemhéjpúder palettát, illetve azt mondja, hogy szemkihúzó is. What? Én ebből a Shimmer Stripsből azt a kis szettet próbáltam ki, amiben három mono szemhéjpúder van, és az nem igazán jött be nekem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a formula mennyiben más. Van itt még egy Argan Wear 2-in-1 argánolajos kókuszos primer. Ú, ennek nagyon örülök, ugyanis éppen primert vadászok, mert hogy azok, amik most itthon vannak, valahogy nem a kedvenceim, és keresem az igazit, és ez egy ilyen sprays primer tulajdonképpen, és úgy látom, hogy minden tud, az argánolaj a bőr ragyogását, tónusát és rugalmasságát fokozza, tiszta organikus kókuszvíz újra hidratálja és kiegyenlíti a bőrt, kiemeli a bőr természetes ragyogását, és van még itt egy butter bronzer is, az ikonikus bronzosító, amit mindenki imád, van is egy nekem itthon, úgyhogy ezt is beleteszem a nyereményjátékba. Kaptam még egy csomó Catrice újdonságot is. Van itt többek között egy California in a Box bronzosító és pirosító paletta. Ez itt egy ilyen fényes bronzosítószerűség. Ezek itt matt bronzosítók, ez egy fényes pirosító, ez pedig egy matt pirosító. Ez egyébként a 010-es Malibu Beach Collection. Aztán volt még a csomagban egy Catrice HD Liquid Coverage Precision Concealer. Nagyon vékony
ecsetes korrektor, gondolom ez kifejezetten ilyen pattanásokra való. Eléggé világos ez az árnyalat, szóval lehet, hogy ez nekem bőrhibákra nem lesz jó, de majd meglátjuk, csak belemászott egy hajszálakámba. Van itt még négy darab körömlak is. Ez itt egy Shake and Seal Top Coat. Ú, ez valami kis csillámos őrület, fel kell rázni, és akkor ilyen csillámos lesz. Aztán ez itt egy Luxe Chrome Foil Effect Polish Liquid Silver Effect. Hú, ez biztos ilyen króm hatású fedőlak. Már nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon bejön az ilyen króm hatású manikűr. Aztán ez itt a Spectralite Effect Nail Lacquer 03-as Irregular Galaxies árnyalatban. Ez tényleg ilyen galaxis körömlak, lilás, kékes, csillámos, mindenféle színű. Ez pedig a Luxe Chrome 2-in-1 Base and Top Coat. Tehát ez alaplak, illetve fedőlap. Kaptam még két szempillaspirál, mindkettő a Lashes to Kill Pro 24 órás szempillaspirál, csak az egyik vízálló, a képcsomagolású, a másik pedig nem. A képcsomagolású azt beteszem az ajándékcsomagba, a másikat pedig megnézem, hogy milyen a keféje. Ez hagyományos kefe, tehát nem szilikon kefe, egy nagyon-nagyon picit karcsúsított és ultra black, tehát ez extra fekete elvileg. Aztán kaptam még egy Instant Glam személypúder paletta. Ú, ezt tudom mi. Valamelyik külföldi márkánál volt ilyen személypúder paletta. Ehhez tartozik egy, hogy mutassam, hogy lássátok, egy speciális szivacsos applikátor. Elvileg úgy kéne felvinni ezzel, hogy így végighúzom rajta ezt a szivacsos applikátort, hogy mindkét színben legyen, és így viszem fel a szemhéjra, és akkor ugye a világosabb szín lesz itt középen alul, a sötétebb szín meg valahol a mélyítő vonal környékén. Megmondom őszintén, hogy én nem vagyok híve ennek a koncepciónak, hiszen nem mindenkinek egyforma méretű és alakú a szemhéja. Nyilván ettől ez még lehet egy tök jó szemhéjpúder paletta, amit lehet így önmagában enélkül a fura applikátor nélkül is használni. Van még itt egy Prisma Chrome rúzs a 050-es árnyalatban. Lilás, kékes, zöldes, csillámos, minden. Szerintem ezt a rúst ezzel a galaxisos körömlakkal együtt szintén beleteszem az ajándékcsomagba. És akkor már csak két termék van a Catrice csomagból. Az egyik a Galactic Highlighter Drops. Azt ír, hogy föl kell rázni használat előtt. Hát ez gondolom ilyen... Oh, wow! Ez tulajdonképpen egy folyékony highlighter akar lenni. Ilyen rózsaszínes, aranyos fénye van, nagyon-nagyon érdekes, de nagyon szép, és nincsenek benne csillámok, tehát abszolút ilyen egyenletes fényt lehet vele elérni, és gondolom ezt lehet keverni akár alapozóba, vagy arckrémbe is, hogyha valakinek éppen úgy tartja kedve. És végül ez pedig a Dewy Wet Look Stick, ennek ilyen nagyon vizes fénye van, kicsit rózsaszínes, de nagyon-nagyon vizes, hát ezzel ilyen visszafogott hatást lehet elérni, de egyébként nagyon szép. És már csak egy csomag maradt hátra, ez a Love Cosmetics-től érkezett. Ú, ebben is van egy csomó minden, atyavilág. Oh, wow, ebben is van egy primer, Perfectitude Aura Glow Primer. Perfecting and Illuminating, Hydrating, Anti-Wrinkles, Anti-Pollution, Anti-Oxidation, SPF 15-ös, úristen, de gyönyörű a csomagolása. Ilyen barackos árnyalatú, és hát ez ad egy enyhe ragyogást a bőrnek, igen, láthatjátok szerintem. Ezt majd ki fogom próbálni az arcomon, mert így most nem tudok mit elmondani róla, viszont nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ahogy mondtam, most primer vadászatban vagyok. Aztán van itt két körömlak is, a Lavinity Long Lasting Nail Lacquer, ez a 301-es Bridal Bloom, ez pedig a 264-es Devoted Denim. Gyönyörű színek, olyan igazi tavaszi, pasteles árnyalatok. Aztán ez itt a Love Blush Liaison Dewy Gale Blush Stick, ez valami hasonló lehet, mint a Catrice volt. Micsoda szín. És itt van egy kis ecset, amivel el lehet dolgozni. Mennyire jó! Ez egy ilyen nagyon szép barackos, koralos szín, és akkor itt a kis ecsetkével így el lehet dolgozni, de természetesen az ujjunkkal is megtehetjük ezt. Van itt még két rúzs is, mindegyik a Lipefer Brave Nudes sorozatból van. Most fog a körömlakom lepattogni.
Mindig sírok azért, hogy legyen már ilyen fólia csomagolás a drogériákban minden sminken, aztán utána meg így sírok, hogy alig bírom leszedni róluk. Szóval az egyik, a 612-es Angelina's Belief árnyalat, ez egy ilyen gyönyörű, májvás, kicsit barnás, hússzínű árnyalat, a másik pedig a 613-as Selma's Courage, ez inkább barnás, és ez annyira nem az én színem, úgyhogy ezt is beleteszem az ajándék csomagba, viszont ezt a másikat ezt kipróbálom itt a készfejem, mert erre nagyon kíváncsi vagyok. Ah, igen, imádom az ilyen színeket. Nagyon krémes, nagyon jó a textúrája, és gyönyörű a színe. Nagyon örülök neki. És van még itt két paletta. Az egyik a Browtitude Professional Eyebrow Palette, All-in-One Eyebrow Kit, ilyen kígyóbőrhatású csomagolás, és ez gyakorlatilag egy ilyen teljes kis szemöldök szett. Általában nem ilyen termékeket használok a szemöldökömre, úgyhogy ezt is szépen beleteszem az ajándékcsomagba. És végül, de nem utolsó sorban egy holographic highlighter paletta. Hát annyi highlightert, meg mindenféle csillogó sminket kaptam most, hogy az év hátra lévő részében csak csillogni fogok egyfolytában. Hát ez a highlighter paletta, ez nem kispályás. Ilyen irizáló pink szín az egyik, inkább lilás. A másik az zöldes árnyalatú. A harmadik pedig barackosnak van írva. Hát ilyen barackos, rózsaszínes. Hát ilyen highlightereket én biztos, hogy nem használok, mert hát én az ilyen visszafogottabb színeket szeretem, ami a highlightereket illeti, ettől függetlenül gyönyörű, szóval nagyon szép fényük van, nincsen bennük csillám, úgyhogy aki szereti az ilyen merészebb highlightereket, annak ezt nagyon tudom ajánlani, és hát a csomagolásra az pedig brutál jó. És ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha szeretnétek jelentkezni a nyereményjátékra, akkor mindenféleképpen olvassátok el a videó leírásában található feltételeket. Ha pedig ezek közül van olyan termék, amit szeretnétek, hogy teszteljek, csináljak róla egy első benyomásos videót, vagy írjak róla a blogon, akkor azt is írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!